Nagyon szépen köszönöm, Ákos, hogy elfogadtad a meghívásunkat. És hogy kicsit tudunk beszélni így a 2020-as évnek, hát már nem annyira az elején, de azt gondolom, hogy azért mondjuk a kész életében mégiscsak az év eleje van. Igen, köszönöm szépen, itt lehetek. Köszöntöm a kedves hallgatókat is. Nekünk a tavalyi év az nagyon fontos volt. 30. évünket betöltöttük, és meg is ünnepeltük. Most pedig jön egy 2020, ami azt gondolom, hogy hármas feladatot jelent számunkra megmaradni, tovább szolgálni az evangelizáció terepén, aztán az eukarisztikus kongresszus, és természetesen a trianoni 100 éves évforduló. Ez mind olyan nagyon fontos cölöpök, ha lehet azt mondani, vagy oszlopok mindenféleképpen. De hogy maga az, hogy megmaradni, tehát ez kicsit azt is sugallja, hogy mintha rossz lenne a helyzet, tehát mintha egy ilyen kapaszkodás lenne. Hát nem tudom. Így is lehet értelmezni, de talán úgy is, hogy szintet tartani, vagy szintet emelni. A megmaradás az azt jelenti, hogy megtartani azt a józanságot, amire azt hiszem, hogy a mai világban, itt a régióban és a Kárpát-medencében nekünk magyar keresztényeknek, katolikusoknak nagyon fontos feladatunk. Látjuk, hogy az egyházat is sok támadás éri, a médiából is, máshonnan is csúfolódások, gunyolódások, ezzel egy kicsit sokat foglalkoztunk azt hiszem az elmúlt év végén is, a mostani időben, talán túl sokat is, nem kell a szőnyeg alá seperni ezeket, de azt gondolom, hogy ennél nekünk sokkal fontosabb feladataink vannak. Az evangelizáció az nem csak abból áll, hogy védekezünk, vagy tiltakozunk bántósértő jelenségek ellen, hanem azt is jelenti, hogy a fontos, lényeges dolgokat tartjuk szemünk előtt, és nem hagyjuk, hogy eltereljék erről a figyelmünket. Pont a tegnap beszélgettünk erről, vagy kérdezték, hogy mi hogyan állunk ehhez az egészhez, a globális család, tehát most ott konkrétan egy filmszolgáltatóval kapcsolatosan. És én is utána érdeklődtem, és nagyjából ugyanaz volt az álláspontunk, tehát nemzetközileg is, hogy biztos, hogy kell ennyit foglalkozni egy-egy ügyel. No, de hol van az a határ, amíg lehet engedni, hogy mondjuk bizonyos sértő mondjuk alkotások megjelenjenek? Tehát tud valami pozíciót fölvenni mondjuk egy keresztény értelmiségi szövetség? Mindenképp kell is, csak szerintem ebbe egy kicsit bele lehet fáradni. Tehát alacsony és magas szinten el kell mondani, hogy ez helytelen, ez szomorúság és felháborító, ugyanakkor tovább kell menni. Bocsánat a közmondásért, de a kutya ugat a karamá halad. Tehát nekünk menni kell. Támadás mindig volt, mindig lesz, az urat is kicsúfolták, és gúnytárgyává tették. Nem azt mondom, hogy nem szabad vele foglalkozni, de tegyük a helyére. És vegyük észre, hogy sokan direkt is az egyházat támadják, mert látnak még benne erőt. Tehát amikor arról beszélünk, hogy Európában a kereszténységnek vége, Nyugat-Európában nincs, akkor miért támadják? Jézus még most is erő, és még most is ellenfél sokak számára, ezért kötözködnek, ezért csúfolják. Ez erősítsen meg minket, ítéljük el, írjuk alá, tiltakozunk a magunk módján, de vegyük észre, hogy ez direkt arról szól, hogy tereljük el a figyelmünket arról, hogy valóban mécsesek legyünk, kovász legyünk, só legyünk a magunk helyén, pöfögjetek és bosszankodjatok, és ne dolgozzatok, ne szolgáljatok. Én ezt is látom, mi ezt is látjuk ebben. Most két dolog jut eszembe, tehát az egyik az, hogy tehát ez igen, hogyha nekiállunk csatározni, akkor ez nagyon messze vezet. A másik, a Böjte Csaba atyának az a mondása, hogy a sötétet nem lehet se földarabolni, se kilapátolni, de hogyha mondjuk akkor egy mécsessé válunk, tehát mécs gyújtunk, akkor már is a sötétség oszolni kezd. Ha már Böjte Csabát atyát idézted, én visszaidézem, ő is szokta mondani, hogy jóvá még soha nem pofosztak senkit. Tehát ez egy pedagógiai alapvetés, tehát nem szabad nekünk pofoszkodni, persze, ilyenek mindig is lesznek, voltak. Csak valahogy az embernek az igazságérzetét azért picit bántja, de hogy tényleg ekkor lép be az, hogy akkor ha egyik arcodat megütik, akkor tartsd oda másikat is, tehát hogy a mai világban ez hogyan lehet jól és helyesen gyakorolni, miközben, hogy azért ne legyetek, tehát legyetek ravaszak, de ne legyetek balgák. És legyetek szelidek, mint a galambok, és okosak, mint a kígyók. Ez egy nagyon vékony jég, de át tudunk rajta menni, mert minket emel a Szentlélek. Tehát át is kell rajta menni, és én azt gondolom, hogy egy idő után tegyünk pontot erre, és mondjuk azt, hogy jó,
de azt az energiát, amit mi most a tiltakozásra, vagy a veszekedésre fordítanánk, azt a negatív energiát inkább fordítsuk jóra, készítsünk egy szép Jézus filmet. Ez nagyon jó ötlet. Például. Akkor kezdjük el. Ugyanis azt mondja Angelika anyja is, hogy kezdjük el. Tehát, hogy nem kell várni, nem kell gondolkodni, hanem hogyha valamire hív a lélek, akkor el kell kezdeni. Igen, ha védekezünk, akkor nem tudunk gólt rúgni. Tehát fontos az, hogy ezt a sok lehetőséget, energiát, amit például a Katolikus TV is ad nekünk, azt használjuk ki, és beszéljünk fontos, érdekes és értelmes dolgokról. Na és akkor hát végül is most már értem akkor a megmaradás és a józan higgadság kérdését, amit itt az előbbi kor mondtál a kéz kapcsán. Tehát, hogy maradjunk meg a helyes úton, tehát akkor ebben tud reményeim szerint akkor segíteni a kéz. És tényleg jó, mikor egy-egy ilyen közleményt kiadtok, mert ugye az ember egy picit úgy helyre billenti. Reméljük. Tehát, hogy ja, hát végül is igen. És hát tényleg, ha szervezetten tudunk működni, és mindenkinek megvan a saját feladata, akkor sokkal inkább tudunk a saját dolgainkra fókuszálni. Hát a másik nagy téma, akkor majd még mindjárt beszélünk az eukarisztikus kongresszusról, de a Trianon, az is egy nagyon-nagyon nehéz problémakör. Tehát itt a Kárpát-medencében, nekünk magyaroknak. Szerintem eltelt 100 év, de hát ezt még nem tudtuk kibeszélni. És mi most, hogy így a Kárpát-medencében dolgozunk és sugárzunk, én tényleg azt tapasztalom, hogy tehát egy nemzet, de 5 ország. Tehát szóval magyarul beszélünk, de nem mindig értjük már a délvidékieket, vagy az erdélyeket, vagy oda-vissza. Szóval nagyon érdekes, tehát amikor napi munka zajlik, akkor nagyon érdekes tapasztalásokon eshet át az ember, ami nehezíti a hétköznapi kommunikációt, és ekkor döbbentem rá, hogy azért mégiscsak eltelt 100 év egymástól függetlenül. Ha lehet így fogalmazni. Hogy lehet, és lehet-e még egy nemzetről beszélni, lehet-e kibeszélni ezeket a fájdalmakat, sérelmeket, hogyan, miközben hát azért el kéne kezdeni közeledni a szlovákokhoz, a románokhoz, hogyan? Optimistának kell lenni, tehát keresztény ember nem lehet pessimista ezen a téren sem. Eszembe jut az a budai gimnazista fiú, aki egy nagyon vagány srác, és mikor egy ilyen határon túli kiránduláson, támogatott kiránduláson vett részt, és hazajött, és beszámolt, és mondta, hogy atya, mentünk, hát nem tudom hány 100 kilométert, leszálltunk a buszról, azt még ott is magyarul beszéltek. Engem annyira meglepett, hogy ő ezt így földolgozta és értette, hogy miről is szól ez. Tehát persze, hogy beszélünk magyar nemzetről, és persze, hogy kell beszélnünk arról, hogy egyek vagyunk. Valakinek ez nem fontos. De azt gondolom, és ezért vagyok optimista, hogy keresztény embernek, és szerintem a magyarok többségének ez igenis fontos. És sokszor töltekezni megyünk át Székelyföldre, Délvidékre, vagy akár Felvidékre, töltekezni magyarságból, töltekezni nemzettudatból, ami érték, ami szentírási érték is. És nekünk szerintem alul kell elkezdeni. Mi a kézben például ezt nagyon cseppként a tengerben úgy próbáljuk kivitelezni, hogy nagyon sok kapcsolatot hozunk létre határon túli magyar közösségekkel, és nagyon intenzív az egymás meglátogatása, életünkbe való bevonása, programmegosztás, hogy ezek az élő, személyes, emberi barátságok kialakuljanak és éljenek. Szerintem ez nagyon fontos, és erre azt látom, hogy erre kormányzati támogatás is van. Ez tehát azt gondolom, hogy a Trianonnak a megélése és lebontása a lelkekben kezdődik. Ha van erdélyi barátom, ha van a családomnak felvidéki barát családja, ha van a plébániánknak, a gyülekezetünknek délvidéki testvér közössége, akkor jó úton járunk. Szerintem ezeket kell építeni, ezeken erre kell energiát fordítani, és ezt ki kell használni, mert erre most van támogatás, felső akarat, politikai akarat is, és ez jó. Hát ugye, igen, tehát ilyenkor szokott lenni az, hogy adottak a pénzügyi keretek, adottak a szándékok, tehát hogy most nagyjából úgy néz ki, hogy minden egy irányba mutat. A kérdés az, hogy nem vagyunk-e már a 24. órán túl, vagy még pont benne vagyunk a 24. órában, amikor el lehet kezdeni ezeket a kapcsolatokat újraépíteni, miközben azért látjuk, hogy de a globális világ az minket, magyarokat, itt anyaország magyarokat is jócskán sújt, hiszen a fiatalok hihetetlen módon elvándorolnak, de ha délvidékre, Erdélybe, felvidékre, Kárpátaljára megyünk, mondjuk talán még a felvidékeket annyira azért nem, de a többieket, mindannyiunkat azért ez sújt, hogy a fiatalok egyszerűen elmennek, Nyugat-Európába mennek. Mindenhol más a
más a veszély, a lemorzsolódásnak és beolvadásnak a veszélye, vagy az elvándorlás veszélye. Minden terület más az adott országok helyzetétől, általában gazdasági helyzetétől függően. Mindenütt úgy kell megtalálni azt a megmaradásnak az ösvényét és lehetőségeit, azokat az ösvényeket, amelyekkel élni tudunk. Tehát szerintem is a kézben mi ezért nagyon fontosnak tartjuk a nemzetegységesítését. Trianon is szóljon arról, hogy együtt vagyunk, találkozunk és kifejezzük a világnak, önmagunknak elsősorban, és utána a világnak is, hogy bennünket összeköt a magyarságunk és a kereszténységünk. A kézben mindig októberben magyarok nagyasszonya ünnepéhez köttünk egy zarándoklatot. Nagyon fontos egyházi helyre zarándoklunk el az egész Kárpát-medencéből, Jócskán 1000 fölött, és idén nem véletlenül Esztergomba megyünk. Reményeink szerint Mohos Gábor segédpüspök úr lesz a vendéglátunk. Ezen a zarándoklaton pedig tényleg nagyon sokan jönnek anyaországból és határon túlról is, habár határon túliak nem mindig szeretik az anyaországot, mert nekik az az anyaország, ahol élnek. Igen, ez csak így. De ez csak zárójelesen. Igen, egy ilyen finom gesztus tenni, mert hogy hát valamikor volt egy december 5-e is, az úgy aztán, hogy valamit átstruktúrál. Persze, de értik ők, hogy ezt nem más felhanggal mondjuk, és Esztergomba szeretnénk október elején találkozni ezen az arándoklaton, ezt mindig a nemzetért ajánljuk föl. Ez a legyen számunkra fontos, és erősítsük meg magunkat abban, hogy kereszténységünk is, és magyarságunk az, mint a jobb és a bal lábunk együtt jár. És hát ugye azért van egy pozitív hozadéka is az elvándorlásnak, így legalábbis a Kárpát-medencéből, hogy én legalábbis azt tapasztalom, hogy a diaszpóra ugyanakkor viszont újra elkezdett élni, pezsegni. Hát ugye volt egy 56-os kiáramlás, de most újra, tehát megérkeztek a diaszpórában a magyarok. Sok esetben azt látjuk, hogy erdélyek vették át a vezetést, és hogy úgy azt tényleg azt érzékeli az ember, hogy valami újra elindult. És foglalkozni kell, bocsánat, hogy belevágtam, mert nagyon foglalkozni kell velük, mert ők a mieink, és ezer szállal kötődnek Magyarországra, az itteniekhez, hozzánk. Egy apró pici, megint egy cseppet mondok a tengerben. Bocsánat, mi görögkatolikusok nem vagyunk sokan, de Fülöp püspök atya és érsek úr is rájött arra, hogy ebből a cseppségből is milyen sokan elmentek, és ott vannak Angliában, London környékén. Minden hónapban van görögkatolikus szent liturgia Londonban. És egyre többen vannak. És a pap atya, aki ott van, korábban megy, később jön, egy hosszú hétvégét töltött velük, és ez is egy, persze nem ugyanaz, de ott ez a megjelenés, ez a jelenlét, ez felértékelődik. És pont ezt kérdezem, talán egy püspök atyától, aki itt volt nálunk, hogy hát, hogy Angliával vannak-e tervek, tehát azért az látszik, hogy egy olyan tömeg érkezett meg Angliába, ahol most már talán a régi, jól bevált mondjuk pasztoráncia nem biztos, hogy már elegendő. Igen. Tehát ez egy megint egy kihívás, lehet azt mondani a magyar egyháznak. A Nyugat-Európában szolgáló papoknak és közösségeknek, szeretetes testvéreknek a szerepe szerintem nagyon fölértékelődik, és nagyon nagy felelősségük van, és abban, hogy ez a kapcsolat élő legyen. Mert hogyha van jó kapcsolat, én nem akarom más nemzeteket példázódni, de ha azt látjuk például, hogy csak az örményeket, tehát hogy milyen okosan élnek a diaszpóraban élő örmények kapcsolati lehetőségével is. Tehát tényleg mennyire erősebb tud lenni egy nemzet, hogyha a diaszpóra, illetve most fogalmazzuk úgy, hogy az anyaország az együtt tud dolgozni. És ma egymásra vagyunk utalva, tehát mondtad, hogy legyünk jóban a szlovákokkal, románokkal, azt hiszem, hogy ezen az úton vagyunk. Mi 6-8 éve megjelentek ukrán görög katolikusok Budapesten, egy atya jött havonta egyszer Kijevből, és a mi templomunkban, a főutcai templomban végzett liturgiát az ukrán nyelvű Budapesten is élő görög katolikusok számára. Aztán ez a kapcsolat egy kicsit magasabb szintre lépett, és ide helyezte a nagyérsek, tehát Budapesten van ukrán görög katolikus pap, és szervezetileg hozzánk tartozik, tehát nálunk segédlelkész, és milyen érdekes, hogy mi befogadtuk őket, és most, amikor a magyar görög katolikusok ellátásáról beszéltünk Londonban, akkor kifogadta be a magyar görög katolikusokat az ukrán görög katolikus ottani püspökatya, kéz kezet most is, kéz kezet segít. Tehát egymásról vagyunk utalva, azonosak a problémáink. Tehát a szerbek, a horvátok, az erdélyi románság, a ruszinok is szenvednek attól, hogy mennek Nyugat-Európába. A
választásaik, úgy, ahogy mi is, talán még nagyobb arányban is. Hát biztos, hogy a románoknál azért több milliós vagy. De a kárpátaljai térség is, és a délvidéki térség is. Tehát ugyanazok a problémáink, és hogyha egy kicsit össze tudunk kapaszkodni, akkor talán nagyobb eséllyel tudunk védekezni is. Hát igen, hogy ugyan lehet jó válaszokat adni. Tehát akkor ilyen szempontból a programok, a közös programoknak a szervezése, ez akkor egy közös út tud lenni. És hát egy ilyen közös program, tehát annak idején pont a Bíboros atya mondta, hogy hát Trianonra a legjobb válasz az eukarisztikus kongresszus, igen. Hiszen mi keresztények, és főleg a katolikusok, ortodoxok, tehát most van egy olyan pont, amikor egymáshoz tudunk közeledni, mi pedig az eukarisztián keresztül. Igen. Aki egy kicsit is élt nyugat Európában, vagy van francia, olasz, spanyol, angol ismerőse, barátja, tudja, hogy nagyon keveset tud rólunk. A szomszédság is, nemhogy a tengeren túliak, de a nyugat-európaiak is nagyon keveset tudnak rólunk, azt se tudják, hogy nekünk micsoda fájdalom a Trianon. És minden alkalom, így az eukarisztikus kongresszus is, nem elsődleges terve, sokadlagos, jó hozamánya lehet, hogyha ezt is meg tudjuk mutatni, hogy igen, itt vannak az erdélyi magyarok, a felvidéki, a kárpátaljaiak, a délvidékiek. Tehát, hogy minden alkalmat meg kell ragadni arra, hogy elmondjuk azt, hogy mi milyenek vagyunk, kik vagyunk, mi fáj, minek örülünk, és miért fontos az nekünk, hogy Krisztussal Budapesten együtt kárpátmedenceiek is, és távolabbi régióból is hazajön mindenki, hogy találkozzon. Fantasztikus nagy lehetőség. Ritustól függetlenül és lakóhelytől függetlenül használjuk ki. Csak az jut eszembe, hogy ugye a megmaradás, és hogyha mondjuk azt a hídat akarjuk felépíteni, hogy mondjuk akár a székelyek is ragaszkodtak ehhez a megmaradáshoz, ami aztán végül elhozta azt a gyümölcsöt, hogy ünnepek alkalmán, tehát csíksomjói búcsú, és látva a idézőjelben a nagy tömeget, tehát mégis meghozta azt, hogy Ferenc pápa teljesítette második János Pálnak az ígéretét, hogy eljött a magyarokhoz, és hogyha még nem is konkrétan a magyar közigazgatás határain belül, de hát mégiscsak a magyarokhoz. De Péter, van ebben valami nagyon, nagyon transzcendens erő. Hát 100 éve szerintem leírva is vállalták azt, és terve vették azt sokan, hogy hát igen, az elcsatolt részeken a kisebbség meg fog szűnni, be fog olvadni. És 100 év múlva is, megfogyva bár, de törve nem, ott vannak a magyarok. Ez egy óriási eredmény. Megköszönjük-e azt, hogy van öröm az ürömben, hogy Trianonban hálát tudunk-e adni azért, hogy ha bár megfogyva, de mégiscsak ott vannak. És reményeink szerint ott is maradnak a magyarok, hogy legyen hova hazamennünk nekünk is. Igen, ez tényleg az a kérdés, hogy hogyan akarjuk megfordítani, tehát hogy ez a pohár félig tele, vagy félig üresen van. Tehát igen, tehát adunk-e hálát? Ez egy jó kérdés. Tehát, hogy miről szól? Akár csak a Csíksomjó, vagy akár a Trianon? Erről is szólhat, erről is kell szóljon, és az eukarisztikus kongresszus is azt gondolom, mint nemzetközi esemény. Azért a vendéglátó egy kicsit mindig megmutatja magát, és kell is, hogy megmutassa magát, használjuk ki, és éljünk ezzel a lehetőséggel, hogy a világ megtudja azt, hogy mi kik is vagyunk magyarok, mert azt hiszem, hogy elég sok negatív előítélettel találkozunk manapság, ami jön a politikából, de vállaljuk, tehát nincs mit szégyelnünk. Ugye azt a kérdést akartam feltenni, tehát hogy akkor hogy tekintsünk arra, hogy amikor mondjuk letakarják a magyar feliratot a mise ruhán, mert hogy a románokat sérti, de hát pont az a kérdés és pont az a helyzet, amikor azt nézzük, hogy hát nagyszerű, hogy egyáltalán volt ez a szentmise, vagy azt nézzük, hogy hát ebbe is van némi gond és probléma. Tehát hogy tudunk a kérdéshez közeledni az eukarisztikus kongresszus vonatkozásában, tehát hogy mi tudunk lenni ismételten a házigazdák, akár a román egyház irányába is, és hát hogyha úgy lehet fogalmazni, akkor nekünk nagyobb testvéreknek kell a kisebbeket felkarolni. Igen, magyarázza mindig az, aki a botlását, aki elkövette. Tehát nem gondolom, hogy mondjuk el, hogy mi ezt nem így gondoltuk. Tehát számtalan érzékeny terület van, és megsértődési lehetőség. Nekünk hosszú távon kell gondolkodni. És hogyha tudunk hosszú távon gondolkodni, és nem mindig ragadunk le a pillanatnyi sérelmeknél, akkor azt gondolom, hogy ezek is a helyükre kerülnek.
Tehát egy családon belül is mennyi pici konfliktus van egy nap során. Főként este, mikor mindenki hazamegy kifacsarva, és a legrosszabb arcát mutatja otthon, és mennyi kis feszültség gyülemszik össze, és tudjuk azt, hogy azért ezek nem sokat számítanak ahhoz képest, hogy mi mennyire szeretjük egymást. Tehát azt gondolom, hogy egy picit lehetünk nagyvonalúak, mert okos enged, szamár szenved. Nagyon sok esetben itt is érvényes ez. Én azt gondolom, hogy az eukarisztikus kongresszus alkalmával, tehát szeptember 13 és előtte is, és szerintem utána is, azért fontos szerepe lesz a főutcának, nem? Tehát, hogy milyen feladatokat vállal a görögkatolikus parókia, ahol te vagy a parókus, tehát, hogy vannak-e a két szentélet, viszont egy országos, sőt egy nemzetközi szervezetről beszélünk, hogyha a határokon kitekintünk. Tehát, hogy mik azok a feladatok, vagy ilyen kitűzött célok? Fú, nagyon sok. Tehát az eukarisztikus kongresszus szól egy kicsit a vendéglátásról is. A kézben nagyon sokan vállalkoztak arra, hogy vendégeket fogadnak be a saját otthonaikba, asztalukhoz, ágyukba, és ez megint egy olyan nagyon emberi és nagyon keresztény magatartás. Egy kicsit szólt át a vendégfogadásról, a jelenlétről, hogy ott leszünk, mi is felvonulunk, mi is sátort verünk a Margit-szigeten, együtt vagyunk, örülünk ennek és hálát adunk. A eukarisztikus kongresszus ideje alatt lesz a európai görögkatolikus püspökök találkozó is. Egy nagyon szép liturgiával készülünk a Szent István Bazilikában. Számunkra ez egy külön ünnep, hogy az eukarisztikus kongresszus ideje alatt az európai görögkatolikus püspökök is itt randevúznak, találkoznak egymással, és természetesen Jézussal Budapesten. És hát ebben, mint egy kis fogaskerék, minden parókia miénk is ott van. Ahol tudunk, és amiben tudunk, ott vagyunk, és vállaljuk a vendég, a házigazda szerepét, minden törődésével együtt, de ez egy olyan alkalom és olyan esemény, ami nagyon ritkán fordul elő. Járunk idősekhez, betegekhez, és én két olyan nénivel találkoztam, akik első áldozók voltak 38-ban. Olyan büszkék, és olyan jól eső érzéssel gondolnak rá vissza, és annyira örülnek, hogy ez most az ő életükben újra megvalósul. Igen, és valakinek a dédunokája most lesz első áldozó, szóval van minek örülni is. Jó hallgatni ezeket a híreket, úgy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, hogy itt vagy. Mi meg állunk majd akkor elébe ezeknek a jó híreknek a közreadásához, vagy a közreadásában. És hát bízom benne, hogy sikerül majd itt abban a munkában is közösen részt venni, amit itt mindenféleképpen kitűztünk, hogy itt a római oldalon azt látjuk, hogy mi vagyunk, és senki más. Miközben azért valahogy elfelejtjük azt, hogy hát az a katolikus egyházban több rítus van, nem csak egy, és nem csak kettő, hanem még annál több is. Úgyhogy ez a 2020-as évnek nekünk a vállalása, hogy az eukarisztikus kongresszus mentén egy picit megmutatni, hogy hány rítus van, és ezeken a rítusokon, jól fogalmazok, keresztül valósul meg az eukarisztia. Egymáson keresztül is gazdagodunk, ismerjük meg egymás ritusát. A kisebbség az mindig nagyon nagy erőt képvisel a többség számára, és mindenki szeretettel várunk. Katolikus egyet különösen szeretettel.